A Szabolcs-Szatmár Bereg megyei Porcsalmán járunk. Ebben a családi gazdaságban 60 hektáron termesztenek gyümölcsöt, ebből szilvát csaknem 4,5 hektáron szednek. Több mint 2200 fáról szüretelnek. József, és ezekből a szilvákból pálinka készülhet, lekvár készülhet, ezek édes szilvák, savanyúbb szilvák, mi jellemzi őket? A savcukor arányuk teljesen más, mint a nemesített szilváknak, mert tudni kell, ez egy vadon termő, és teljesen a természet alakította ki. És hogy az emberek megismerték, hogy milyen finom, és akkor úgy szaporították tovább. Azt látjuk, hogy elég érdekes módon szedik. Tehát már nem egy ilyen, hogy oda megyek és a kis kosaramba csak így gyűjtögetem kézzel. Hát igen, ez nagyon romantikus lenne, csak ehhez már nincs dolgozó, nincs ember. Azért a gép az sokkal nagyobb kapacitással dolgozik. Kipróbálhatjuk-e a rázást? Természetesen. Én még életemben nem is láttam ilyet, még nem is próbáltam. Nagyon, nagyon jó, csak nem tudom, hogy az ink hogy fogja bírni. Bír ez mindent, hát ez... Jó, oké. Tehát szerintem a hátat nem fog kelleni vakarni, lesz, ami megvakarja. Jó, akkor az is lehet, hogy csak nézem egy bizonyos távolságból, de hogy legalább lássak egy ilyet, hogy ez a rázás, ez hogy megy. Menjünk. Akkor rázzuk meg Krisztiánt. József, magyarázza el nekünk, hogy ez a rázás hogyan történik. Ez úgy történik, hogy mikor a fához ér a gép, a dolgozók kihúzzák a ponyvát a fa alá, ezzel a rázóruddal megfogják a fa törzsét, ez megrázza, egy nagy frekvenciás rázást ad neki, ami által berezeg az egész fa, szár elenged és lepotyog a gyümölcs. És meddig rázzák? Addig, ameddig az összes szilva le nem hull a fáról? Hát addig fölösleges, gyakorlatilag egy 3-4 másodperc elég. Elegendő, és utána, amikor lehullott, akkor a gép feltekeri a ponyvát, ráér a szállítószalagra, megy a felhordóra, ahol egy ventilátor kifújja a levelet. És utána potyog le, vagy a tartályládába, vagy a tízesre kezdve. Kárt tud okozni ez a rázás? Valamilyen szinten minél nagyobb szemű a gyümölcs, annál nagyobb ütődés éri, hát a fizika makacs dolog. Tehát egy picit megütődik, de ez nem okoz komoly gondot sehol. Tehát akkor azt mondja, a gyümölcsben akkora kárt nem okoz, tehát minőségi romlásról nem beszélhetünk, és magában a fában esetleg ott okoz-e valamilyen kárt? Nem jellemző. Tehát akkor van gond, ha véletlenül nem jól fogja meg a kezelő, vagy valami műszaki hiba van. Egy picit sérülhet a háncs, de nem jellemző. Akkor megnyugodtam, hogy mindenki jól lesz. Ez már évtizedes technológia, tehát nincs új a nap alatt. Ez nagyon régóta működik, ez a rázógépes betakarítás. Kipróbálhatom? Minden tovább. Bármelyik munkafolyamatot. Annyira tudtam, hogy nem fogunk úgy innen elmenni, hogy te ne próbáld ezt ki. Átengedem. Valami szerintem egyszerűt, nem tudom, kart húzogatni, vagy csak... Ki kell próbálni. Okay. Ezek a kezelő szervei a rázórudnak. Ezzel emelni lehet, süllyeszteni. Ezzel befordítani, közelebb vagy távolabb hozni a fától. Ezzel a rázópofát lehet megszorítani. Ezzel pedig rázni. Akkor, rázd akkor meg, próbáljuk rázd meg élesbe. Jó, próbáljuk meg élesbe. Várj, nem megyek. Zoli, légy szíves. Emel, fordít, szorít, ráz. A szilvafák egész évben adnak munkát a családnak. Télen metszenek, majd az időjárástól függően permeteznek. Ebben a gazdaságban csak az Európai Unió agrár-környezetgazdálkodási előírásainak megfelelő növényvédőszereket használnak. Az idei évben ez a sok csapadék és meleg nagyon, nagyon nagy kihívások elé állította az embert, mert a gombabetegségek jöttek, tehát a növényvédelem az egy normál évtől jóval többbe került. Amellett a tisztántartás, tehát a gaz, ugye gaz is szerette ezt az időt, a sorok kaszálása, a sorok aljának rendben tartása, azért toppon kellett lenni.
Mi szeret a szilva? Szereti a hőséget, a magas páratartalmat, a napsütés, vagy pont az ellenkezőjét, az ebből esőt, mindent, a hideget? Ebből mindent módjával. Tehát az extrém időjárás nem szereti sem a meleget, sem a hideget, sem a sok vizet, sem a keveset. Tehát a szilvának van egy 600 mm körüli vízigénye évente. Ez az idei évben összejön, sőt, lehet, hogy már túl is vagyunk rajta egy picit. Tehát a rügydifferenciálódás is szerintem most nyugodtan, nyugodt körülmények közt meg fog történni. Tehát elvileg a jövő évi termés is jónak mondható. Nagyon finom ez a szilva, nagyon jó édes. És utána megnézzük, hogy mit lehet a szilvából, hogyan lehet elrakni a szilvát, miket lehet belőle készíteni? Hát mindenképpen nézzük meg, de azért még együnk belőle. Jó.